Összakarom, hogy minden csúdi-csúdi szép legyen az én Dudley Mudlikám születésnapján. Igyekezz! Hol marad a kávé? Viszem, Vernon bácsi. Mesztetlek, fiacskám. Elég egy rossz mozdulat. Egyetlen stikli. És egy hétig egy árva falatot sem kap fenni. Gyönyörű nap a vasárnap. A vasárnap a kedvenc napom. Miért a kedvencem? Azért, mert akkor nincs posta. Ahogy mondod, Harry. Vasárnap nincs posta. Ha! Pici korod óta nem láttalak, Harry, de nem hittem volna, hogy ilyen nagyra nőttél, főleg itt deréktájon. Nem én vagyok, Harry. Én vagyok. Hát persze, hogy te vagy, Harry. Hoztam neked valamit. Lehet, hogy útközben egyszer-kétszer ráültem, de az íze az talán még mindig jó. Magam sütöttem, én írtam rá. Ne haragudj, megmondanád, hogy ki vagy te? Rubeus Hagrid, a Roxford kulcs és háztájőrzője. A Roxfordról már biztos hallottál. Sajnálom, de nem. Hogy? Hát mit gondoltál, hol tanultak meg mindent a szüleid? Mi mindent? Varázsló vagy, Harry? Hogy mi vagyok? Hát varázsló. Ha kicsit kikupálnak, nem is akármilyen varázsló leszel. Nem. Ez biztosan tévedés. Egyébként Ron vagyok. Ron Weasley. Ez a patkányom Makesz. Szánalmas állat, mi? Hát igen, egy kicsit. Fred mondta, hogy kell sárgává változtatni. Megmutassam? Aha. Sejtitek, miért hivattalak ide benneteket ilyen későn? Tudomásomra jutott, hogy az este folyamán Harry Potter Roxmortban járt. Közlöm, hogyha bárki, tanuló vagy tanár, segíteni próbál Harry Potternek, az illető büntetése pontosan olyan súlyos lesz, mint amilyen súlyosnak az ilyen tett minősül. Továbbá, akiről kiderül, hogy ilyen esetről tudomást szerzett, és nem jelentkezik itt és most, hanem hallgat, azt társtettesnek tekintjük. Hogy mer ott állni, ahol ő állt? Mondja el, mit tett aznap este! Hogy odalépett ahhoz az emberhez, aki bízott magában, és megölte! Mondja el! Expecto!